egyeztünk meg, vélve és feltételezve, hogy a közönség jelentős része még nem olvasta ezt a könyvet, hogy a caption állás az lesz, hogy itt egy igazi intellektuális párbajt fogunk folytatni. Elsősorban én fogom a kollégáimat manipulálni, de azért én sem szeretnék kimaradni teljesen a történetből. És ahhoz, hogy ez kezelhető formát tudjon ölteni, ez úgy kezdődik, hogy a Endre bemutatja a könyvét a közönségnek, a legfontosabb problémáit és téziseit egy 10 perces szövegben, és utána a két beszélgetőtárs 5-5 percben kifejti az elsődleges reflexióit, és utána egy hosszabb beszélgetés alakul ki, aminek a utolsó harmadában a közönség is bekapcsolt 6 perccel, én alapvetően kérdésekkel, de aki olvasta, az megjegyzéseket is. Tehát hangsúlyoznám, hogy itt elsősorban nem a Marsz Károlyról beszélünk, hanem elsősorban egy jelentős műről, ami Marsz Károlynak a hatása életművel és utóéletével foglalkozik. Ezek bizonyos önmérsékletet feltételez a hallgatóságtól is, úgyhogy ezt vegyük figyelembe. Még egy tényt kérek mindenkinek a figyelembe venni, hogy internetre föl fogjuk tenni utólag ezt a beszélgetést, tehát nem lehet büntetlenül bármiről beszélni, hanem annak a tudatában kell megszólalnunk, hogy ennek nyoma lesz az éterben. Endre, tiéd a szó. Hát némi megszeppeléssel kezdhetünk már a szépenvezető után, és mindenkit szeretettel köszöntök, aki megtisztelt a jelenlétével. Hát személyes dolgokkal kéne kezdeni, de ezt lerövidítem. Hát nem tudják elképzelni, vagy nem tudjátok elképzelni, milyen érzés volt, mint 2009-ben Marsz könyvet írni Magyarországon. Hát ennél nagyobb szabadságot életemben nem értem át. Írtam, amit akartam, gondoltam, amit akartam. Tudtam, hogy meg fog jelenni. És így tovább. Tehát egy furcsa érzés volt. És a másik az volt, hogy kétségtelenül valamilyen értelemben köszönetet akartam mondani ezzel a könyvvel, részint a filozófiának, részint a közegnek, és tulajdonképpen marxizmusnak is, aminek a része voltam. És úgy érzem, hogy ezzel a könyvvel valamit majd kiderül a beszélgetésből, de helyre tettem egy-két dolgot, ami nem volt a helyén. Gyász, hogy nem volt a helyén, annak annyi oka van, hogy az már önálló vitának a tárgya kellene, hogy legyen, és akkor eszembe jött, mivel a valósághoz jártam a Sükösthöz, akit nagyon kedveltük egymást, bár nyilván sok mindent tudtunk egymásról, és mindig megkérdezte, hogy Endre, mondja maga marxista. És én tudtam, hogy ez azt jelenti ez a kérdés, hogy akik előtt a Sükös engem véd, azok mindig azt mondják, hogy jó, de hát ez az ember még csak nem is marxista. Úgyhogy mindig igyekeztem Sükösdöt meggyőzni arról, hogy én tulajdonképpen marxista vagyok, legyen nyugodt, stb. De nem hiszem, hogy akkor sikerült. Úgyhogy egy csomó minden előjön, hát azt hiszem, hogy ez törvényszerű. Na most a következő személyes gondolat az, hogy ami inspirált a könyvírására, egyfajta üvegfal érzés volt, ugye? Tehát a marxizmus és a Marx az a 70-80-as években úgy üresedett ki, hogy nem lehetett megfogni. Valamilyen furcsa üvegfal mögött volt, aki már vagy filozófiailag, most nem politikailag, mert hogy politikailag hogy volt, azt mindenki másképp látja. Folytak az események, változott a világ, és akkor valahogy hogy Marxot nem lehetett lehívni, nem lehetett vele kommunikálni tulajdonképpen, és tragikomikus beszélgetések is születtek, mert volt egy olyan beszélgetés éppen a Péter papája tanszékén, de tulajdonképpen csak a helye volt a tanszéken, egy nagy értekezlet volt, ahol
ahol mondták, hogy Marx ebbe tévedett, és felállt valaki, hogy ez lehet, hogy úgy van, de Marxnak akkor is igaza van. Ugye, tehát ez az üvegfal, és ez az üvegfal, ez tovább ért a 90-es évekbe is. Tehát én azt akartam, hogy hozzá lehessen nyúlni Marxhoz, lehessen használni, meg lehessen fogni tulajdonképpen, és akkor gondolkodtam, hogy mi lehet a probléma, és akkor itt van röviden ez a bizonyos helyretétel dolog, hogy állandóan úgy éreztem magam, mint egy telefonos kisasszony a régi filmekben, aki a dugókat a lukakba nyomkodja, és akkor kapcsolja a beszélgetőket, és én igyekeztem a dugókat jó helyre tenni. Tehát igyekeztem helyre tenni a marxi dugókat. Egy kicsit arra gondoltam, hogy ha véletlenül sikerülne ez a könyv, akkor úgyse fogják tudni, hogy mennyi munkába került egy dugó. De ez legyen az én problémám. Tehát az, hogy semmi sem volt a helyén ebbe a dologba, és volt egy olyan tapasztalatom is, hogy amit Nietzsével kapcsolatban átértem, hogy kialakult bennem az, hogy úgy kezdtem látni a világot, hogy mi lett volna 1930-ban, ha ismerik Nietzsét, mi lett volna 1968-ban, ha ismerik Nietzsét, és akkor ez átragadt Marxra is, ugye, hogy mi lett volna, ha ismerik ezt a Marxot, mi lett volna, hogyha használják akkor azt a Marxot, és akkor tulajdonképpen egy nagyon plakatív dolgot kell mondanom, hogy hát a filozófus arra való, hogy használják, ugye, hogy gondolkodjanak. És azt is átértem, hogy jó, hát a Nietzsche jó fiú volt, nem volt rossz fiú, és akkor rendben van. De akkor attól még nem gondolkodunk, hanem csak helyre tesszük, és ugyanúgy érjünk tovább, mint hogyha nem lenne. Tehát bizonyos értelemben úgy érzem, hogy ha valamit akartam, akkor azt, hogy Marxszal gondolkodjunk. De azzal a Marxszal, ahol a helyén vannak a dugók tulajdonképpen, fogjuk meg, használjuk ezt a dolgot, és befejezésül remélem nem léptem túl az időt, két elemet említenék meg, hogy ami fontosnak találok, az egyik az, hogy ahol durva a könyv egyébként, az egyik hely az, hogy mi a filozófia Marxban, és mi a nem filozófia. Attól, mert valami nem filozófia, attól még lehet jó, attól még lehet fontos, sőt, nagyon sok dolog fontosabb, mint sok rossz filozófia, amit tudjuk, ugye? De az nem lehet, hogy azért, mert Marx vagy X, vagy Y, ugye, azért tulajdonképpen minden a teoretikus kijelentés legyen. Ez az egyik. És a másik az, ami szintén elég, hát nem tudom, hogy erőszakos a könyv tulajdonképpen, az az, hogy azért Marx nem tudta megoldani azt a problémát, amit mi sem tudunk igazán megoldani, de Marxnál nem beszélünk róla, tehát az, hogy ez az egész szocializmus-kommunizmus probléma, az egyfelől egy politikai történet, ugye, ami összefügg egy forradalommal, egy hatalom átvételével, a hatalom problémájával, a legitimációval, és egy civilizációs történet, ahol a javak olyan bősége lesz, ahol stb. Ugye? Na most Marx egész életében tulajdonképpen nem ismerte ezt a problémát, és tolta maga előtt. Na most ettől mi nem vagyunk okosabbak, mint Marx egyáltalán, de ezt a dilemmát, ezt vállalni kell nekünk is tulajdonképpen, hogy ezt nem kapcsolta össze ezt a kettőt, és gyakorlatilag az történt, hogy hát ugye a hatalom átvétel az rendben van, ugye, és akkor onnantól fog nem merem mondani, ugye, hogy hát ha a történelem magától jó irányba megy, nem? De nem, semmi garancián nincs rá, viszont mi se tudjuk megoldani. Nagyon fontosnak tartom azt, ugye, mi se tudunk okosabbak lenni, nekünk is dönteni kell ma és holnap, a végső igazság hiányában kell dönteni. Köszönöm szépen! Köszönöm. Uraim! Tisztelt hallgatóság! Nem könnyű feladat Kis Endre könyvéről szólni, mert egyrészt igen vaskos, másrészt nagyon könnyen nem olvasható. Ugyanakkor hát van egy rendszere és bizonyos problémáknak az ember utána tud nézni. A legnagyobb értéke az, hogy hát forgalomba tartja, relevanciába tartja a marxi gondolatokat. Van rendszerező értéke a munkának, és elég sok problémát is
felvet, amiket reális felvetni. Azt mondanám, hogy én nekem elég sok interpretációja nem tetszik, de nem azon az alapon nem tetszik, hogy nem látom azt, hogy a szerző ne tudná igazolni a saját álláspontjait és vezetéseit. Hát, hogy úgy mondjam, többféle interpretáció megengedhető, és hát a könyvnek az alapvető tematikája az azért valamelyest figyelmet érdemel, a szerző nem vállalkozott erre, hogy erről valamit mondjon, de hát azért némiképp pótoljuk ezt, tehát itt szó van arról, hogy rendkívül nagy szerepet száll a kommunista kiáltványnak, ami hát műfajában és hatástörténetében egy páratlan alkotás, ugyanakkor hát a szerző végül is egy olyan állásponton van, hogy a kommunista kiáltvány az a marxizmusnak egy olyan bibliája, ami mindenféle izmusnak az alapja, és hát egymást erősítő négy áramlat van benne, de ezeket ő nem tekinti hát szervesen összefüggő dolgoknak, hanem egyfajta ilyen szelektív hibriditással dolgozik a kiáltvány, amennyiben reális és utopisztikus elemek keverednek ebben. Na most hát az, hogy a világtörténelemben és a munkásmozgalomban a kommunista kiáltvány páratlan nagy hatású, ezt nem kell itt bizonygatni. Azt azonban felvetem, hogy hát tulajdonképpen Marx nagy tudományos teljesítményei azok bizonyos értelemben a kiáltvány után jönnek, amit hát egyébként ugye nem is egyedül írt. Tehát azért a tőkés termelési mód analízise, és itt rögtön egy alapprobléma, hogy én azt gondolom, hogy nincs vége olyan értelemben a marxi elmélet hatástörténetének, azt még nem tudjuk, hogy egyetemes hatású gondolkodó lesz-e, de abban biztosak lehetünk, hogy attól még, hogy az államszocialista kísérletek, hát idézőjelbe teszem, hogy vereséget szenvedtek, mert most már 25 éve eltelt az új rendszer óta, és a teljesítmények nagyon elmaradnak az ígéretek tőlük. Hogyha azt az alulteljesítést figyelembe vesszük, akkor az államszocialista kísérletek se csak csődök, ha a kétségtelen, hogy történelmileg arra nem voltak képesek, hogy a közepes fejlettség és a félperiféria tartományából megelőzzék a centrumkapitalizmust és a tőkés világrendszerből ki tudjanak bújni. Kisendre bizonyos értelemben hát lezártnak veszi ezt a dolgot, hogy hát így posztmarxizmus jön meg nem tudom én, valamilyen értelemben vége van. Én nagyon eltérő állásponton vagyok, mert én azt gondolom, hogy a modernitás az a modern tőke viszonnyal kezdődik a bérmunka tőke kialakulásával, és körülbelül 450 éves története van, de nincs vége a dolognak a globalizációval sem, ahogy egyébként a Marx egyik filozófiája kisendrénél az éppen a globalizációs problémákat megelőző Marx. Teszem hozzá, nagyon helyesen mutat rá erre a dologra olyan szempontból, hogy ugye nem igaz, hogy Marx beleragadt volna teljesen egy ilyen Európa-centrikus perspektívába, de azért teszem hozzá, hogy mondjuk 48 előtt nem volt még meg a tőkés társadalmi gazdasági anatómiája, ami nagymértékben támaszkodik a hegeli dialektikus fogalomalkotásra, és számomra a nagy elmélet alkotásnak éppen az a példája, hogy a jelenségeknek a sokféleségét egy egységes gondolati alapra tudta visszavezetni Marx, és ilyen értelemben a tőkés termelést, forgalmat, elosztást és az összfolyamatot meg tudta ragadni, úgyhogy összefüggésbe hozta az adott kor kulturális és szellemi jelenségeivel is. Noha azóta sokat fejlődtek a társadalomtudományok, sok minden változott a történelemben is, tehát ilyen értelemben legfeljebb módszertani kulcs a mai viszonyok megértéséhez, és nem egy az egyben követhető éppen az említett két tényező miatt. De én azt gondolom, hogy az izmus, amiből Kisendre ötöt vagy hatot attól függ, hogy nézzük, tehát mindenképpen a Marx és Kautsky nevével fémjelezhető időszak, ugye a második internacionáli marxizmusa, aztán ezt követi a bolsevik marxizmus, aztán a neomarxizmus első hulláma, aztán a sztálini marxizmus, és végül a neomarxizmus második hulláma, illetve a posztmarxizmus, amiket ő izmusokként csoportosít. Nagyon érdekes egyébként ez a probléma, én is foglalkoztam vele, de más nyugati marxisták is, szóval itt alapvetően azért az a
kiindulópont szerintem, hogy a különféle korszakok kihívásait, hogy dolgozzák fel a marxisták különféle nemzedékei. De én azt gondolom, hogy azért itt egy olyan elméletről van szó, ami egy saját alapokon fejlődő nyitott rendszer, és éppen a tudományokra és a történelemre kell reagálnia. Azt azonban nem gondolnám, hogy úgy kell reagálnia, hogy a polgári tudománynak, és ez a másik nagy problematika. Hát tudnélik, az a kérdés van itt, amit egyébként a eszmélet kiskönyvtárban lehozott Göran Hermann könyv a legkitűnőbben ábrázolja, Cambridge-i Egyetem szociológia professzor, és megfelkészültem marxista napjainkban. Hát az az alapprobléma, a könyvnek az volt a címe, hogy a posztmarxizmus felé kérdőjel. Na most ő a kérdőjelet nem zárta le, én úgy érzem, hogy Kisendre jobban lezárja, és azt gondolja, hogy valaminek vége van, és valami posztmarxizmus következik, amiről hát olyasmit lehet mondani, hogy Marx rányomta a bélyegét a történelembe, hogy 110 évig, 1867-től 1989-ig az ő terminusaiba gondolkodott a világ a saját folyamatairól, vagy hogy a pénzügyi válság Marxot újra hát presztízsbe hozta, helyzetbe hozta, de hát valahol ez a klasszikus marxizmus, ez ennek vége van. Hát én azt gondolom, hogy annak van vége, és itt a Ternborra hivatkoznék, hogy a marxizmus az megmaradt egy dialektikus filozófiának, ezt a marxizmus háromszögének nevezi a Ternborn, egyszer egy dialektikus filozófiának, egyébként kitűnő például az a része Kisendre könyvének, ahol a Feuerbach tézisek jelentőségét ismerteti ebből a szempontból, tehát azt, hogy végeredményben a Feuerbachi materializmus, bár itt a Marxot aztán ehhez a kereszténység eredete Feuerbach műhöz erősen hozzávarod, amivel nem értenék egyet, de azzal minden esetre egyet, és ezért utópista vagy idealista, de azzal viszont nagyon egyetértenék, hogy kétségtelen az, hogy a dialektikus idealizmust és a materializmusnak a korlátozott Feuerbachi felfogását azt úgy lehetett meghaladni, hogy valaki tulajdonképpen egy társadalom ontológiát dolgoz ki, azaz a dialektikus fogalomalkotást a társadalmi folyamatokra viszi át, és nem csak a természetben alkalmaz materialista magyarázatokat. Tehát rövidre zárva, ugye a Ternbornnál a háromszögből megmarad a dialektikus filozófia és a történeti társadalomtudomány, és a harmadik pólus, ami kétségtelen megváltozott az államszocialista kísérletek történelmi vereségével, az pedig az, hogy a marxizmus, a politikai marxizmus, vagy a marxista politika, aminek szubjektuma volt, tömegpártok képviselték, munkásmozgalom, kommunista mozgalom képviselte, hát ez nagyon csekély mértékben van jelen, vagy bizonyos pontokon, ahol jelen van azokkal, meg Bandi nem nagyon foglalkozó, egyébként a Szerdai Pista recenziója ezt meg is írja rólad, hogy se Kínával, se Latin-Amerikával nem foglalkozol, pedig, illetve másik foglalkozol, de nem ebbe a könyve, úgyhogy fel is mentelek rögtön, de minden esetre azért bizonyos értelemben látszik, hogy nem csak egy kelet-európai problematika az egyenlőtlen fejlődés és a leggyengébb láncszem, hanem egy újra termelődő probléma. Tehát szumma-szummáron oda kellene jutni, hogy én azt gondolom, hogy egy reális vita téma el, hogy posztmarxizmus felé haladunk. Én a magam részéről azt gondolom, hogy inkább a neomarxizmus álláspontját kell képviselni, vagy legalábbis én a magam részéről ezt képviselem, tartva magam ahhoz a hagyományhoz, hogy végeredményben azért igazából a marxista elméletnek, filozófiának az a döntő jelentősége, hogy indokolt ma is, hogy a polgári társadalom antitézisének a mércéit fenntartsa. Köszönöm. Miklós. Köszönöm szépen. A felkérést, amikor megkaptam, akkor egyrészt nagyon örültem neki, abban a szempontból, hogy van lehetőségünk arra, hogy Marxról és a marxizmusról beszélünk 2015 Magyarországon, mert az előttem szólók is ezt említették, ez nem teljesen magából értetődő, hogy erre van lehetőség, vagy akár szükség is, remélhetőleg mindenki úgy távozik majd innen, hogy úgy érezni, hogy erre van szükség, és ez egy értelmes beszélgetés. Ugye, hogyha kötetet megnézzük, valóban ez egy rendkívül terjedelmes mű, elképesztő munka van mögötte, de az, hogy hogyan értékeljük, azt nem lehet kizárólag
az elvégzett munka és a terjedelem alapján, hanem itt néhány előzetes tartalmi szempontot szerintem érdemes felállítani, és én kettőt gondoltam, amikor a kezembe vettem a könyvet. Az egyik az az, hogy teljesíti a saját magát a kitűzött célokat, a másik pedig, hogy tudjuk ezt valamire használni, túl azon, hogy érdeklődéssel elolvassuk, és utána haladunk tovább a következő könyvélmény irányába. Mindkét kérdés esetében én arra jutottam, hogy ambivalens a viszonyom a könyvhöz, és mindkét kérdés esetében egyrészt szólnak mellette pozitívok, illetve vannak bírálható elemek is, megpróbálom ezeket egyensúlyban rakni egy nagyon rövid hozzászólásban. Ugye a könyv azt tűzte ki saját maga elé célként, hogy egy monográfiát biztosít számunkra Marxról és a marxizmusról, és ezen belül is alapvetően egy filozófiai szempontból szeretném tenni. Itt már az ember nyilván fennakadhat, hogy létezik-e olyan, hogy Marx a filozófus, aki a könyvben többször megjelenik ebben az összetételben. Szerintem ez egy vitatható állítás, és ebből egy csomó minden következik a könyv tartalmában is, például a gazdasági, politikai, gazdaságtani szempontok háttérbe szorulása, miközben Marxnak talán épp ez volt a nagy hozzáadott értéke, hogy a klasszikus német idealizmus, politikai gazdaságtant és politikai, aktuál politikai írásokat vegyítve egy sajátos elméleti kombinációt hozott létre, ami nem felel meg ennek a szűkebben. Utólag most már pozitivistának hívnak, de akkor itt csak annyit mondhatunk, hogy paradigma besorolásnak. Úgyhogy ez mindjárt egy első felvetés, amiből szerintem számos későbbi probléma adódik. A másik, hogy a könyv arról ír, hogy szeretné ezt egy világtörténelmi összefüggésbe is hozni, tehát nem csak marxi filozófiáról és a marxizmusokról fog beszélni, hanem ezt az egészet folyamatosan viszonyítani fogja a tényleges történelmi fejleményekhez is. És ezen a ponton már az embernek egy olyan nézése támad, hogy ez nem 300 oldal, de 3000 oldal is kevés lenne, hogy egyrészt áttekintsünk csak a marxi filozófiát, utána a marxizmusokat úgy összesen, és mindezt ráadásul egy történelmi keretbe ágyazva, és ebből adódik az az érzés, ami bennem többször feljött a könyv olvasása közben, hogy egy kötéltáncosra állunk szembe, aki szeretne átmenni egy hatalmas nagy szakadék fölött, de nem egyszer szeretne átmenni, hanem 10 különböző téma kapcsán szeretne átmenni, és végül is oda jutunk, hogy néhány ügyben ezt meg tudja tenni, ezt a bravúrt, néhány ügyben pedig nem, és ez a terjedelmi, meg egyáltalán keretekből adódóan valószínűleg nem is lehetséges. Rátérve egy-két tartalmi dologra, a könyv szerkezetét tekintve szerintem egy nagyon jó úton jár, és egy nagyon informatív, könnyen áttekinthető szerkezetet alkalmaz. Azt mondja, hogy Marxnak van 6 filozófiája, szerintem egyébként 5+1, mert az egyik ebből a szerző filozófiája, ugye ami a globalizáció és Marx beszélgetéséről szól. Ezt követően pedig néhány korszak kapcsán beszél a marxizmus filozófiájáról, és lezárva ezt az egészet néhány kitekintéssel, tehát kitekintésre zárja a könyvet. Ez a szerkezet szerintem nagyon jól áttekinthető, és nagyon sok mindent beindít az ember, hogy hú, itt akkor tényleg egy ilyen nagy áttekintést fogunk kapni. Egyébként a nyugati irodalomban McLellannek ez a Marxism After Marx című munkája az, ami körülbelül ezt a feladatot felvállalja. Na most ez a könyv ez nem ez. Tehát, hogyha valakinek ilyen típusú elképzelésé lettek volna előzetesen, akkor ezt mondjuk félig tudja biztosítani. Miért mondom ezt? Azért, mert bizonyos esetekben a szerzőnek a saját érdeklődési köre, az nem esik egybe azzal, amit egy ilyen kanonizációs típusú feladat elvárna, hogy körülbelül milyen elemekre kell fókuszálni. Két témát hoznék fel ide csak illusztrációként, az egyik az a marxizmusoknak a kérdése. Ugye arról beszél, hogy bolsevik marxizmus, második internacionálé, neomarxizmus, posztmodern marxizmus, de valójában, hogyha elolvassuk magukat a szövegeket, és nem csak ezt a tagolást nézzük, ami egyébként megfelel egyfajta kánonnak, ami kialakult az irodalomban, akkor itt igazából Lukács elemzést látunk benne, és más partikuláris a gyűlöknek az elemzését látjuk benne, tehát mondjuk nem mondhatjuk azt, hogy ez egy neomarxizmusról szóló fejezet a szó szoros értelmében, hanem ez a neomarxizmus kapcsán egy-két konkrét témának a kiemelése, tehát szerintem ilyen értelemben a könyv egy kicsit túl merész, vagy legalábbis a címadások túl merészek ahhoz képest, amit biztosít. Másik pedig, hogy a marxi filozófiát, mint olyat, a ellentétben azon, amit előzetesen világosan kapja, ez lesz a szerkezet, az mégsem mint marxi filozófiát tárgyalja, hanem végig a történelmi tudat birtokában, vagy a későbbi tudás birtokában vetíti vissza. Erre a legjobb példa szerintem a bonapartizmusról szóló fejezet, ami egyrészt nagyon rövid, tehát ilyen értelemben kérdéses is, hogy az egy önálló marxi filozófiának a leképeződése, másrészt viszont valójában Engelsről, meg a második internacionáléről, vagy adott esetben még későbbi fejleményekről van benne szó, és sokkal kevesebbet tudunk meg magáról Marx filozófiának, Marx gondolatairól.
És ez vezet az utolsó megjegyzésemhez, hogy miközben az a szövegben nagyon sok helyen nagyon értékes eszmekutatások vannak, nem mindig világos, hogy mi kerül a főszövegbe és mi kerül a kiegészítő megjegyzésekbe. És nekem az volt az érzésem, hogy sok esetben maguk a kiegészítő megjegyzések jelentik a főszöveget, hogyha a mű eredeti és deklarált célját veszük figyelembe, és a legjobb szövegek is szerintem ott találhatóak. Tehát, hogyha valaki majd kézbe veszi a könyvet, és megvásárolja, akkor nagyon ajánlom azt, hogy ne csak a főszöveget vizsgálja, hanem nézze meg a kiegészítő megjegyzéseket is, mert ott egy valóban szöveghű Marxhoz nagyon ragaszkodó és a valódi eredeti marxi problémákat tárgyaló szöveget fogunk találni, például a bonapartizmus, de akár az elidegenülés esetében is, a kiegészítő megjegyzések, kommunista kiáltvány esetében is talán még informatívabbak, mint a főszöveg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ugye nem kimérték a felkért hozzászólók a szerzőt, de én nem azt javaslom, hogy most ebben az irányban menjünk el, és most védd meg magad a kritikákkal szemben, hanem olyan témákról beszélünk, ahol mindenki újra tud reflektálni, persze visszatérőleg. Én nem akarok eltiltani arra, hogy megválaszold a legfontosabbakat, de most én mégis azt javaslom, hogy amit ebből az itteni megjegyzésekből is vitával lehet formálni, arra koncentráljuk. És itt az első tétel szerintem maga a cím. Ugye a cím az arról szól, hogy Marx lábnyomai. Na most azt írtam a szerzőnek tegnap este, amikor szembesültem azzal a valósággal, hogy itt ma kell valamit tenni, hogy lábnyomai a dinoszaurusznak van. Valamikor volt, és a létére tudunk következtetni a csontjaiból és a lábnyomaiból. Ez a metafora, ez hogy van? A Péter is ehhez csatlakozott, ha jól gondolom, és azt fejtette ki, hogy szerintem a marxizmus az van, nevezhetjük neomarxizmusnak. Te a könyved azt mondja, hogy marxizmus után nincs nagy elmélet, erre majd még visszatérnénk a vitában, és ezt az űrt nem pótolta senki, de a könyved elejéből egyáltalán fölmerül a kérdés, miután hibridnek nevezed, amit majd most magyarázd el a kommunista kiáltványt, hogy mitől hibrid a kommunista kiáltvány, hogy egy ilyen úgymond nagy elméletet megalkotni gyakorlatilag lehetetlenség, vagy azt is mondhatnánk, hogy akár hibás vállalkozás is, hiszen olyan elemeket kell egyé formálni, ami egy kérdés, vagyis az első kérdés az, amire azon túl, amire reagálni akarsz, válaszoljál, hogy miért a lábnyomok, és miért nem utóélet, vagy egyáltalán élet és utóélet. Kettő, hogy lehet-e a gyakorlatnak filozófiája, hogy ezt Gramsci mondja, vagy lehet-e a gyakorlati tudományt csinálni. Lehet-e olyan elméletet csinálni, ami tudományos alapokon nyugszik, de mégis valami fajta útmutatást ad a praxis számára, vagy ezzel te leszámoltál éppen a Marx tanulmányt. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy a bő 10 perc igetet kapok el. Én is így vagyok ehhez, és hozzá tudjatok szólni. Hát a lábnyomok az nagyon egyszerű, mert most mondhatnál, hogy nem csak a dinoszauruszoknak vannak lábnyomai. Mondhatnál, de ezzel nem válaszoltam. Végül is nem, tulajdonképpen konceptuális lábnyomokról van szó, és persze egy hasonlatot nem érdemes azért túlfeszíteni. Tehát nem hiszem, hogy amikor a Derridánál valaki olvasta, hogy Marx kísértetei, akkor feltétlenül azt észre volna, hogy de mester, vannak-e kísértetek, vagy nincsenek, ugye? Tehát a konceptuális, de most a lépternyomon beleütközünk konceptuális lábnyomokba. Én most egy példát mondok, hogy rövid legyek, nem hiszem, hogy sokan emlékeznek a nem túl nagy szellemi becsben álló a munkásosztály helyzeti Angliában című Engels műre, ahol Engels urbanista módon leírja azt, hogy hogy néz ki egy angol város, és hogy a középosztály hogy szervezi meg úgy a város, hogy az alsó osztály ne tudjuk bemenni a centrumba. Most egy 89 után Budapesten állandó minden léptemmel, lábom nyomával beleütköztem Engels a munkásosztály helyzete Anglia szívű művébe. Na most ilyen konceptuális lábnyoma szerintem másnak is lehet, meg nekem is sok van. Tehát tulajdonképpen erre akartam célozni. Jó beszélgető téma lehet még, hogy hát ugye a bonapartizmus az ugye 2010 után teljesen népszerűvé vált, vagy
rengeteg ilyesmi van, úgyhogy akkor ezt átugranám idő ilyen szem miatt. Na mostan a hibriditás voltaképpen nagyon egyszerű, és ez is olyan, azon közért tartja, hogy meg kell mondani, hogy nem most kellett volna, hanem régebben, hogy a kiáltványban van egy olyan írói eljárás, hogy ami nem jellemző, tehát a filozófiákra nem. Tehát ezt tulajdonképpen talán nem hangoztattam a szövegbe eleget, hogy nem Marx egész textúráját tartom hibridnek, hanem elsősorban a kiáltványt, ami egyébként érdekes módon, mint hibrid élt 200 évig a köztudatban. Tehát így lett, ahogy ma mondják, ilyen szankcionált és ritualizált szöveg. Tudik, arról van szó, hogy ugye az alany mellé állítmányokat teszünk, és egy csomó igaz kijelentést tehetünk, de viszont ha befogalmazunk egy igaz kijelentést, akkor ahhoz az alanyhoz lehet tenni ennek az állítmány ellenkezője is igaz. De, és ez Marx nem teszi meg. Tehát egy marxi példát mondom, ugye van szó arról, hogy a polgári család az prostitúció, de az nincs oda, hogy nem minden polgári család prostitúció 1848-ban se. Tehát nem az igaz hamis logikája alapján működik a dolog, hanem igaz kijelentések vannak egymás mellé téve, és azoknak a láncolatából jön egy gondolatmenet, és az a kiáltványban elég gyakori, és ha finomabban elemben nagyon sok van. És ezért nem felel meg a filozófia, kitérjük meg, nem azért nem filozófia kiáltvány, mert az van ráírva kiáltvány, hanem azért, mert hibrid módon van ráírva, és nem azért, mert létrejött akar. De emlékeztetek arra, hogy szerintem sokan hallották a közönség között azt, hogy Amerikában verik a négereket, nem? Hát verik, igaz? Verik, akkor kész, ugye? Ez a hibrid gondolkodás. Hány ilyen él tovább ebből a dolomból, ugye? Próbálja valaki tagadni, ugye, ma nem verik, hanem lövik, de ez mondjuk másik kérdés, ugye? Tehát ez a kiáltvány, ha megnézi az ember, tele van ilyen hibriditással, és bizonyos értelemben, hát ez a dolgunk, hogy ezt tisztázzuk. Egyébként ez a hat filozófiára egyáltalán nem vonatkozik. Na mostan a nagy elmélet előtt nagyon fontos az, amit írtál, és nagyon örülök neki, hogy írtad, hogy elmélet és a gyakorlat viszonya, hogy azt vett észre, hogy nálam az van, és ennek nagyon örülök, mert hogy van egy tudomány, van egy filozófia, és van egy gyakorlat. Most én szerintem ez egy döntő dolog, és a közvetítő, tehát igazából a filozófia egy kiszolgáltatott műfaj. A filozófus rá van szorulva egy közvetítési láncra. Egy filozófus esendő, ugye? Meg tudja írni azt, ami igaz, le tudja vezetni, de nem tudja átadni a tudósnak, nem tudja kinyomtatni, elterjeszteni, elolvastatni, levizsgáztatni, nem tud szervezetet alapítani, nem tud propagandát csinálni, semmit nem tud. Tehát az elmélet, és a közvetítési láncnak kéne működni. Tehát kéne egy olyan publikus réteg, aki megérti a filozófiát, és megírja népszerűen. Akkor kéne egy olyan, ugye? Tehát így megy a gyakorlatba a dolog. Most nagyon érdekes, hogy a Lenin és a többi párt egy-egy pillanatában ez elég jól működött. Ez a közvetítési lánc tulajdonképpen. Tehát tulajdonképpen nekem az a válaszom, hogy nem, nincs elmélet és gyakorlat, hanem közvetítési láncok vannak, és Marx egy különleges helyzetben volt, amit nem kell elfogadni. Ugye Marx miért mondja azt? Azért mondja, mert ő befejezte a filozófiát 47-ben, letette a lantot, átadta a kritika fegyverét, a fegyverek kritikájának, átment gyakorlatba. Ez egy eset volt, ugye? Ez egy konkrét eset volt. Tehát amikor ő azt mondja, hogy elmegy gyakorlat, az az ő esetének az általánosítása. Hát tulajdonképpen a közvetítés a lényeg, most már egy ilyen médiatársadalomban ugye ezt talán nem is így mondani, és a filozófia pedig rettenetesen esendő, és amikor megpróbálja magát népszerűsíteni, meg megpróbál fegyverezni, hát nincs igazán a helyén. Most a nagy elméletnek az a része, ez egy nagyon izgalmas. Tehát egyrészt, hogy a nagy elmélet vége, ez 89-ben társadalmi közhely volt, ugye? Tehát ez nem,
És akkor az volt a lényeg, hogy ezt a Lyotard ugye a posztmodern állapotban meg is írja, hogy akkor az volt a kérdés, hogy miért a marxizmus az utolsó nagy elmélet? Hát akkor azon kellett gondolkodni, hogy tényleg az ez, hogy nem tudtuk, hogy az. Most nem, ezen most túlmegyek ezen az időpillanaton, de ez volt akkor a probléma, és tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy nem értjük, hogy miért, de Marx az utolsó nagy elmélet abban a formában, és hogy voltak éppen ennek filozófiailag csak egyetlen oka lehet, az, hogy a marxizmus akarat ellenére annyi filozófiát, mint egy akkumulátor ugye magába szippantott, hogy még mindig tudta a nagy elméletnek a sugározni a jelenlétét. Ugye, de hát éppen az előbb volt az a 70-80-as években üvegfalról, amikor éppen ott volt, de nem volt interakció ebben. Na mostan, tehát én ezt átvettem ezt a dolgot, és az igaz, hogy a nagy elmélet hiánya az akkor is majd alapvető probléma, hogyha nem értünk azzal egyet, hogy 89-ben az úgy volt, vagy nem, akkor is egy probléma. Most nagyon örültem annak a kérdésnek, és hogy fogalmazom, egy társadalmi helyzetben az ember néha az igazgatót kerül dicsérje, de nem tudok más csinálni. Nagyon örültem a neoliberalizmusra felvett kérdésnek. Miért nem nagy elmélet a neoliberalizmus tulajdonképpen, és itt mi a helyzet? És voltak éppen, azt hiszem, hogy ugyanúgy mindenki átérte ezt a pillanatot, amikor a neoliberalizmus úgy tűnt, hogy tényleg nagy elmélet lesz. Ez egy világtörténelmi, de kevesen lehet, hogy volt olyan, aki ki tudta vonni magát a szuggesszió alól, kevesen voltak, akik nem tudták. Na most mi történt tulajdonképpen? A neoliberalizmus egy nagyon szerencsés pillanatban, aminek a asszisztenciáját, most elnézést kérek, tehát az a Szovjetunió szolgáltatta, aki azért nem sokat értett meg a világból a 70-80-as években, ha egyáltalán. Óriási szerencséje volt a neoliberalizmusnak, mert a neoliberalizmus már többször megbukott a liberalizmus, legutoljára 28-ban, meg nem tudom, 29-es válságban. Senki nem adott volna 20 félért azért, hogy a neoliberalizmus még egyszer hegemon lehet, de volt egy óriási pillanat, és ennek utána jártam, sajnos itt a rövid a könyvben ez a rész, ugye, hogy a gazdasági neoliberalizmus, a politikai és a tudományelméleti neoliberalizmus egymást erősítve egy szélesebb folyammá egyesült. És így együtt a nagy elméletnek a látszatát keltették. És akkor mind a három nagyon volt, a Popper féle tudományelmélet, a nyílt társadalom elmélet és a neoliberális gazdaság elmélet, a Friedman meg ezek, ugye. Ez hirtelen úgy tűnt, hogy ez egy szerves egység, ugye, hogy a politikai szabadság, az emberi jogok, a gazdasági szabadság egymást hatványozzák. Na most nem ez történt, most itt két magyarázata van, vagy az, hogy nem tudták megcsinálni, vagy az, hogy ez a véletlen találkozás, ez véletlen találkozás volt, és nincs a három között szerves egység, hiszen ki lehet mondani, hogy egymás között mi a különbség. Tehát ilyen értelemben úgy gondolom, hogy a neo, és az most a világnak a nagy problémája, hogy most már az is jobb lenne, a neoliberalizmus lenne a nagy elmélet, de annyira látszik, hogy nem az, hogy ez most egy olyan bizonytalanságot termel, ami önmagában mai helyzetben hihetetlen veszélyes. Köszönöm szépen. Tessék! Én ez az utolsóhoz kapcsolódnék, mert a végzettségem alapján erre érzem magam jogosultnak, eredetileg közgazdász vagyok, és arra hívnám fel a figyelmet, hogy már a könyvben implicite benne van, de explicit módon nincsen, hogy az ideológiáknak a talapzata az a gazdaság. És ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy a Gramscival ezt meghaladtuk, én nem gondolom azt, hogy Gramscival ezt az álláspontot meghaladtuk, és valójában minden kellene kiindulni az ideológia kritikának, hogy megnézzük, hogy hogyan lehetséges egyáltalán univerzális elméleteket létrehozni egy adott időpillanatban. Tehát az a jelenség, amit a Fischerben most leírt, és egyébként ez a könyvben is megjelenik, bár valóban nagyon röviden és inkább a globalizáció kapcsán, ez szerintem is így van, szerintem is létrejött egy ilyen típusú ideológiai hálózat, ami egyrészt a tudományos szférában, politikai szférában és a közpolitikai szférában és egyébként szociokulturálisan is egy nagyon erős hálózatot jelentett, de azzal, hogy a gazdasági alapjai ennek valamilyen módon kimerültek itt, akár a legutóbbi 2008
2008-2009-ben induló válságra gondolunk, de egyébként ez már 90-es években is minden egyes országban más konkrét pillanatokban megvalósul. Ezzel együtt a társadalmi mozgalmak egy azonnali ellenreakciót indítanak el, és nem tudják fenntartani ezek az osztályok ezt az ideológiai hegemóniát, azért, mert nincsenek már rendelkezésükre, nem állnak már rendelkezésükre azok az erőforrások, amelyeket ezt egyrészt létrehozták, másrészt pedig újra tudnak termelni. Szóval ilyen értelemben a nagy elméleteknek én valóság meghatározottságát hangsúlyoznám. Teljesen nyilvánvaló, hogy azáltal, hogy a pénzügyi szféra egy nagyvásár után képes magát újra rendezni, képes a politikai osztályban olyan közpolitikákat kisajtolni, hogy azok újra a bővített újratermelését támogassák, ezáltal az ideológiai hegemónia is képes újra visszakerülni az eredeti pozíciójába, de jelenleg ez egy harc. És ahogy talán te is leírod, hogy ugye ez több állomás, hogy nem tudjuk, hogy tragédia, vagy komédia, hogy mi lesz ennek a végén, és hogy először kialakul a domináció, utána megszilárd a domináció, utána pedig a viták korszakon el, és ha jól értettem, te azt mondtad, hogy jelenleg ebben a viták korszakában vagyunk. Én pontosan így látom, és ez egy nyitott kérdés, és ebben kapcsolódik a Péterhez is, hogy jelenleg él és létezik a marxista gondolat. Ez egy harcban áll másfajta gondolatokkal, az egyrészt a tudományos szférában is zajlik, másrészt az ideológiai szférában, harmadrészt még a gyakorlati politikai szférájában is zajlik, és nem tudjuk azt, hogy adott helyen, adott időpontokban melyik fog kijönni győztesen. Most itt, hogyha Görögországra gondolunk, az egy nagyon érdekes eset ebben a szempontból. Simán lehet az, hogy átmenetileg időlegesen képesek más típusú ideológiák, más típusú gazdasági háttér és más típusú szociokulturális háttérrel állami hatalomhoz jutni. Az is lehet, hogy esetleg egy közvetítésre már vissza fog rendezni. Hát azt gondolom, hogy azon a vonalon fogok érvelni, amit Miklós is, hogy itt látni kell azt, hogy ez a neoliberális fordulat, ez tulajdonképpen hát egyrészt a globalizációnak nyitott teret, az USA-ban egyébként neokonzervatív, és ez a különbség sem lényegtelen. Itt arról van szó, hogy a jóléti állam mögötti felhajtó erők megrendültek, mert a centrumkapitalizmusban az elmúlt, a megelőző 30 év 5,5-6%-os GDP növekedése az visszaesett, és lényegében a mérsékelt támadások azok először a jóléti állam ellen azon az alapon indultak meg, ugye, hogy ez volt az úgynevezett kormányozhatósági probléma, hogy hát nem a zsemle kicsi, hanem a pofátok nagy. Tehát a növekedés korszak elmúltával vissza kell venni az igényeket, és általában egy ilyen arányosításként jelent meg a trilaterális bizottságnál, hogy aztán 5 évvel, egy fél évtizeddel később kiderüljön, hogy ugye az állam maga a válság oka, és jött az a dezetatizáció, dereguláció, akkor még annyira nem volt világos, mint ma, hogy ez tulajdonképpen a transznacionális tőke világgazdasági térhódításának a ideológiája volt, azaz lebontani a szervezett kapitalizmus Keynesianus jóléti államainak a szabályozási technikáit, és nem deregulálni, hanem re-regulálni, és ilyen számos irányzat fejezi ezt ki, mondjuk a gazdaságjogi elemzése, ahol a piackonformitás követelményeit fejezik ki, vagy a pénzügyi szektorban bevezetett újítások, amik teljesen magyarázhatóak a marxi válságelmélet alapján, hogy lényegében a tőke túltermelésén és a fizetőképes kereslet hiányán kell valamilyen megoldást találni, és miután a keynesianus keresletösztönzés most tovább nem részletezett okokból, tovább nem volt működtethető, hát ezért lehetett tulajdonképpen hitelekkel és bizonytalan ügyletekkel a fizetőképes keresletnek a körét áttolni, és aztán még nincs rúgbalon, addig ugye ez nem pukkad ki, vagy áthárító mechanizmusok, amelyek a centrum problémáit is a félperifériákra és a perifériákra tudják átállítani. Tehát a neoliberalizmus ilyen értelemben valóban egy korszakot nyitott. Hát nagy elméletnek olyan értelemben nem nevezném, hogy most azt, hogy a Chicagói iskolának van néhány jó könyve, vagy nem tudom már a saját szempontjából jó könyve, de olyan értelemben mondjuk meg nagy elméletnek nem nevezném, ahogy mondjuk én szerintem itt a filozófia azért nem szaktudomány, mert saját önálló kutatási tárgya van. Legszívesebben ezt a Hegeli mondást idézem fel erre nézve, hogy hát a filozófia saját kora gondolatokba megragadva, azaz tudja azt, hogy honnan jöttünk, hol vagyunk és merre tartunk.
Na most ezt a 19. század derekát a szabad versenyes kapitalizmusba, ezt Marx meg tudta válaszolni. Hát ilyen értelemben valami válasz természetesen itt a neoliberalizmusban is van, de azon az alapon, hogy az államszocialista kísérletek támadhatóvá váltak, a jóléti állam válsága kezdett megmutatkozni reális síkokon is, tehát ilyen értelemben ez természetesen egy korszak arculatának a megrajzolásában hát szerepet kapott, és egyben aktív szerepet is kapott. Tehát, hogyha most az eszméknek ugye elméletként, vagy filozófiaként, vagy tudományként is abban a pillanatban, hogy úgy kezdenek funkcionálni, hogy megváltoztatják az attitűdöket, a cselekvési mintákat, attól a pillanattól kezdve ideológiák, úgyhogy nem az számít, hogy a szerző minek írja, hanem az számít, hogy képes-e az emberek társadalmi gyakorlatát befolyásolni, átalakítani. Hát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez a neoliberalizmus, azt ha tetszik, akkor egy ilyenfajta gyakorlati, filozófiai feladatot le tudott tölteni, és hát volt a marxizmusnak is ugye ilyen periódus, ahogy említettem ezt már az első hozzászólásban. Hát akkor megpróbálom tovább lendíteni, hogyha önök is egyetértenek ezzel a beszélgetést egy olyan területre, ahol aztán önök is be tudnak kapcsolódni. Amit előzetesen nem írtam, de valójában erről is folyik a beszélgetés. A könyvemben van egy tétel, miszerint a baloldal 1968 óta lényegében elveszítette a relevanciáját, mégpedig azért, mert hogy lemondott az emancipációs bázis megközelítési módjáról, ha jól értettem. Mert ugyanakkor meg mégiscsak 1989-et jelzed a nagy elmélet vereségének. Ez az egyik ellentmondás, amit szeretném fölhívni a figyelmedet, de valószínűleg sokakat izgat az a kérdés, hogy ezáltal akkor a baloldal, tehát egyáltalán amennyiben nem lesz nagy elmélet, most elmondom a formál logikai következtetés, a baloldal akkor tud releváns lenni, ha van nagy elmélete. Nagy elmélete a marxizmus óta nincs, és nem látszik egyelőre, hogy lenne. Az emancipációhoz most nem pusztán a emberi jogok védelmén tekintve, hanem az eredeti marxi emancipációt figyelembe véve nem akar felemelkedni, vagy nem tud felemelkedni, tehát bezáródott a kör. Ki csinál kit? Ha nincs elmélet, nem lesz baloldali alternatíva, ha nincs baloldali alternatíva, akkor nem lesz elmélet. Tehát a könyved végül is szkeptikus a vége felé, és bár az vigaszt meg azoknak, akik ilyen baloldali kritikus gondolkodók, hogy a neoliberalizmussal és a posztmodern irányzattal, különösen a posztmodern irányzattal a könyv ritkos módon leszámol, talán az összes elemzés közül ebben a tekintetben a legkegyetlenebb, nem véletlenül, hiszen ha jól értem, a szerző úgy gondolja, hogy a posztmodern nem, hogy segíteni, megérteni ezt a helyzetet, amiről beszélünk, hanem éppen akadályozza a maga igen, relativista megközelítésében is vel, és a diszkurzív mozzanatoknak a kihangsúlyozásában. Mondjál erre valamit, légy szíves, és aztán a többiek reagálnak, és utána bevonjuk önöket. Hát egy pár fogódzót mondanék, mert tulajdonképpen a lábnyomok, meg a dugó, meg ezek azért fogódzók, de nem érik el ezek a pontok, nem érik el azt az alakzatot, hogy ebből valami kiút legyen, de az voltak éppen nem is gondoltam rá, de valószínűleg a gondolókápos is kiút ebbe a pillanatba. Viszont fogódzók azért vannak. Az egyik az, hogy elég pontosan leírom, amit félig meddig már át tudtam élni. Tehát a nyugati baloldal természeti katasztrófa szerű szétesését a Szolzsenyicin ügy folytán. Na most én ezt 8-szor leírtam, senki nem reagált rá, ezt nem is olvasták el, nem is érdekli őket, hogy mondok egy anekdótát, az egyszer említett Sükős Mihály 86-ban Lenin körút 9-11, hogy hát
mi van a nyugati baloldallal, hogy miért nem dördülnek el a nyugati baloldal ágyújjjá. Én, aki akkor jöttem az egyes térdőből, mondtam, hogy hát a nyugati baloldalt a Szolzsenyicin kiütötte 75-ben. Igen? Sükös Mihály, Lenin körül 9-11, ugye? Na most, ez senkit nem érdekel, hogy mi történt tulajdonképpen. Jó, tehát ez egyik része. Onnan kezdve megindul a posztmodernizáció, amit bárhogy értelmezhetünk, hiszen a posztmodernizáció azért van benne a könyvben, hogy az demonstrálja, hogy van posztmarxizmus. Tehát, hogy elmegy a jelenig. Mert az is egy tényező, hogy semmi nem megy el a jelenig, hogy nincsen. Hát van. Ami van, az az. Ami van, az az, és népszerű, és sikeres, és a többi, csak dekódolni kell, és tulajdonképpen nem talál az ember sok dolgot benne. Na most innen van az üvegfal, nagyon helyesen mondtad, hogy ez nem ellenmondás, hogy 68-ban vége van, és 89-ben sajnálom, hogy vége van. Hát ez a 30 év, ez erről szólt, hogy nem volt semmi. Erről már más összefüggésben esett szó. Ez nagyon is történetileg így van. Persze, ha történetileg tudjuk, akkor még nem sokat tudunk a kiútról, és akkor tulajdonképpen itt hát ugye, itt jönnek ugye a nomenklatúrák, és jön a szociológia, ugye? Tehát jön a nagyhatalmú nyugati értelmiség, ideológiát elvesztett egy nap alatt. Nem beszélek a nagyhatalmi kelet-európai nomenklatúráról, amelyik nem vesztette el a hatalmát 89-ig. De legalább értették volna, hogy miről van szó. Tehát, hogy mondjam, még a Foucault lehet dicsérni, mert a Foucault megpróbált egy kiutat. Néha azt mondom, hogy felégetni minden hidat magunk mögött, ugye? Legyen differencia logika, nincs megismerés, nincs azonosság, ugye? Csak dekonstrukció van. Hát ezt lehet értelmezni egy baloldali kulturális forradalmi álláspontnak, ugye? De akkor meg hol a kiút? Nem értem, ne haragudj, illetlen leszek. Mi lehet ezt annak értelmezni? Jó, magatartásként lehet értelmezni baloldalinak, és nagyon sokan úgy is értelmezték. Tehát tulajdonképpen a nyugati baloldal klientudájának egy része, az átment a posztmodern klientudájává. De ez nem kívül tulajdonképpen. Na most, én úgy gondolom, hogy fogalmazzam, tehát elfogulatlannak kell lenni, ugye? Neki kell menni a dolgoknak. Tehát mit tudom én, meg kell tisztítani, hogy ma azt gondolja a filozófia, azt lehet-e használni, vagy nem. Tehát, hogy mondjam, nem kellett el a hatalmas teherrel táncolni, hogy már 30 éve nem történt semmi, most már 40 éve nem történik semmi, ugye? És így tovább, hanem, vagy stb., hanem egyszerűen mérleget kell vonni tulajdonképpen, és a mérlegbe időnként jönnek pozitívumok. Most azt ne várt, nem tudom, hogy most én. Tehát a nagy elmélet mindenképpen nagyon fontos, az, hogy nagy elmélet milyen legyen, azt most nehogy megbeszéljük, meg úgy sem tudjuk megbeszélni, de hogy mondjam, de meg kell szabadulni a terhektől. Nekem ennek a könyvnek az a lényeg, hogy kerüljön minden dugó elére, mondjuk ki marsul, amit ki kell mondani, rengeteg jót marad, ugye, tehát a gondolati teljesítmény vagy a bát, sok minden marad. Vegyük tudomásul, hogy nincs vége, hanem máig folyik tulajdonképpen. Tehát körülbelül ezt tudnám mondani. Most, ha a vitában lesz még, akkor még szívesen mondok valamit, de ez a legfélelmetesebb most programot hirdetni tulajdonképpen. De nem reménytelen. De nem reménytelen. Mert azok a fogolcók és kapaszkodók nagyon sok kapaszkodóban tulajdonképpen. Éte. Szóval én azt gondolom, hogy egy olyasmi van, hogy marxi alapozású kritikai társadalom elmélet, és ennek megvan a mércéje, az emberi emancipáció, hogy a politikai emancipáció csak út az emberi emancipáció felé, hogy a tőkés társadalom a mai fokán is osztályuralmi viszonyokkal, és nem csak politikai hatalommal terhelt, és
épp ezért nem osztanám azt az elemzésedet, ami azt gondolja, hogy a Brümer vagy a Párizsi Kommun elemzése az egy olyan marxi filozófia, aminek semmi köze nincs az ökonomiához, mert az ökonomiában csak osztályellentétek vannak, és ezek a politikai jelentésekben pedig ragyogó mintázatát kapjuk annak, hogy hogy függönök össze a gazdasági, társadalmi és a hatalmi politikai folyamatok. Ahogy egyébként, hát itt meg kell, hogy mondjam, hogy itt azért ez Magyarországon is jól követhető volt, és mondjuk nem csak az angolszász politikai marxizmusban Pulantz az dolgozza ki ezt a paradoxon, de hogy voltak éppen nem feltétlenül az uralkodó osztály képviselőinek kell a politikai hatalma gyakorolni, sőt, legitimáció szempontból egyenesen jobb, ha nem ők gyakorolják. De nem megyek vissza most ehhez a problémához, meg a 19. században nincs választójog, meg nincs szabad szerveződés, sok minden megváltozott Marx óta, sokat civilizálódott a polgári társadalom hatalomgyakorlása, tehát itt ezer dolgot figyelembe kéne venni, nem honorációs demokráciák vannak a centrumban, hanem pluralista demokráciák, tehát itt sok mindent figyelembe kell venni, de a dolognak az a lényege, hogy a marxi alapozású kritikai elméletnek az egyik vonulata az odatorkolik mondjuk Pierre Bourdieu-vel vagy Foucault-val, mind a kettőt nagyon szeretem, hogy a mai társadalom bizonyos folyamataihoz megtermékenyítve alkalmaznak bizonyos típusú marxi gondolatokat. Ez a szociológiában nagyon elterjedt, vagy az általad is szeretett Mannheim Károly, a semmi más nem csinál, mint a materialista társadalom felfogást konkrétizálja a tudásszociológia irányba, bizonyos értelemben módszertanilag egzaktabbá teszi bizonyos fajta kutatások számára. Tehát ilyen hatás az egy dolog, ez a posztmarxizmus, ugyanakkor viszont attól az eredeti marxi intenciótól, hogy nem az uralkodó nemzetek 19. században kialakult hatalmi és uralmi mechanizmusait akarta fenntartani és újratermelni és a stabilitást keresni, ahogy a Comte és mindenki, vagy majdnem mindenki abban az időben, hanem azt mondottam meg, hogy Nyugat-Európában is, sőt a Európán kívüli világban is valahol az emberi emancipáció és végső értelemben a szabadság mértéke az, amivel a különféle történelmi alakulatokat is vizsgálni kell, és amíg kapitalizmus van, addig ez alatt a mérce alatt marad, és addig releváns lesz a marxizmus, és ilyenért vagy a marxi alapozású kritikai társadalom elmélet, hogy hüllegyek magamhoz, és ilyen értelemben ezen a problémán csak akkor lépünk túl, hogyha a kapitalizmus megszűnik. Tehát én ezt tartom végeredményben a komoly kihívásnak, hogy ezt most ki, hogy mikor, hogyan teljesíti, hát itt azért visszautalok arra, hogy abban neked teljesen igazad van, hogy a hatalmi befagyás van a centrumban 1968 óta, de hát a világrendszerben azért a mozgások, és ezért mondottam ezt a kínálatot. Szóval nem olyan jelentőség, mint a 17-es forradalom, de azért valami van. Péter, minden szava arany, mint a kiegészíteném egy-két gondolattal. Valóban, nem posztmodern van, hanem posztmarxizmus van ebben az értelemben, és a posztmarxizmusnak számtalan ága hova van. Mindegyik azt mutatja, hogy az emberi emancipációt hogyan lehet elősegíteni, ugye szemben a liberalizmus által preferált polgári emancipációval. Hogyha az emberi emancipációval foglalkozó irodalmakat nézzük, akkor számtalan ugye elnyomási forma van, számtalan elnyomási helyzet van, az új szóval viszont számtalan formában megjelenik, és gyakorlatilag ez a töredékesség, ami kialakult, és ez lenne az egyetlen hozzáadott mondani valóhoz, amit Péter ennek kapcsán mondott, hogy a történelmi szubjektum, ami a Marxnál még egységes, a munkásosztály egy homogén valami, az szétesett, és ez egy történelmi tényleg az értelme, és az elmélet, amikor töredékessé válik, és zöld mozgalmak vannak, és zöld elmélet, és feminista mozgalmak vannak, és feminista elmélet, és most nem mondom végig az összes ilyen posztmarxista vagy Marx nyomában járó kritikai társadalom elméletet, akkor csak reagál erre a helyzetre, hogy az elnyomásnak a formája is számtalanná vált, és mindegyik kapcsán speciális munkát kell végezni, de végső soron mindegyiknek a forrása az ugyanaz a gondolat, hogy valamilyen módon az emberi emancipációt kell megteremteni. Röviden. Egy rövid, tehát tulajdonképpen most provokálni akartam, de nem merek annyira, mert röviden. Tehát tulajdonképpen, ha összeadom, amit ketten mondtatok, akkor azt mondtátok, hogy milyen jól tudjuk bírálni a kapitalizmust. Így is.
is, úgy is, ezzel, azzal, de hát nem, a valóságot kéne megfogni. Tehát hogy fogalmazzam, a pozitív, hát fogódzókat kéne találni sok minden szempontból. Például mondjuk nem tudom, hogy ki merem-e mondani, de például meg kéne írni, hogy van imperializmus. Valakinek le kéne ülni, és honoráriumot úgy se fizetnek sehol, nyugodtan ingyen megírja, hogy van imperializmus, hogy a globalizációban a 10-es évtized az egy imperialista évtized. Ami aminnak 30 ilyen kell. Jó, de talán más is megírhatja, meg más érzekkel. Jó, most tudom, hogy jöttek ezzel a kampusz marxizmussal, meg van egy professzor, de ez nem az, ez egyik. De én még tovább mennék, hogy tulajdonképpen van problémám a kapitalizmus szóval, mert ez most halálosan eretnek lesz. Tudnélik, abban a pillanatban, amikor a kapitalizmus nem viszonyfogalom, akkor teljesen partalan. Tehát mi az, hogyha én a autómat kölcsön adom és kérek érte kamatot, akkor hogy van? Tehát azt akarom mondani, hogy ott kéne elkezdeni gondolkodni, hogy most én nem tudom, hogy mi ez azért megoldott, ez a tőke özönvíz előtti formája, és nem a modern. Jó, most figyelj, most mondasz rá egy véleményt az irodalomból, de ez egy gondolkodási irány akar lenni. Tehát szerintem a kapitalizmus szó már lassan akadályozza az új emancipáció felrajzolását. Nem azért, mert jó a kapitalizmus, vagy nem azért, mert szereti bárki is, hanem akkor betévedünk azokba a gondolati útvonalakba, amik elvezettek odáig, hogy milyen jó, hogy valaki most valami talált egy új támadási pontot, és szépen megírja, és egymás között örül. Köszönöm. Igen, szóval én azt meg szeretném előzni azt a helyzetet, hogy a marxisták, még marxistákkal mutatkozzanak a mai estén, bár ez egy lehetséges út, de én inkább azt gondolnám, hogy térjünk vissza ahhoz a kiinduló ponthoz, amiért szerintem ez a könyv nagyon fontos. Itt van egy baloldal, és most nem csak a magyar baloldalról beszélek, hanem az összeurópai, ha tetszik, az összvilág baloldalról, ami a következő gondolkodtól szenved nagyon leegyszerűsödve. Nincs az az alany, aki az eredeti konstrukció fölépült, vagy legalábbis nem abban a formában van, ha tetszik a te általad jelő, nem antagonizmus formájában, mint ahogy te mondod, ez egy vita kérdés megint, hogy úgy van-e vagy nem. Tehát nincs alany, vagyis a munkásosztály abban az elképzelésben, ahogy ez a marxi gondolatrendszerben van. Nincs jelen előkében, nincs rendszer, mert az megbukott 89-et tiszteljük, hogy becsüljük a kínai, kubai, vietnámi kísérleteket, de az úgy tűnik, hogy mindez az egy újabb vita pontot nyitna, és nincs nagy elmélet sem az eredeti formában. Szerintem ez a munkapont azért jelentős, az Endre munkája, mert belenyúl ebbe a darásfészekbe. Egy kicsit nekem szkeptikusan, de legalább őszintén. És egy hatalmas apparátussal teszi ezt, és nagyon meggondolkoztató módon. Viszont itt vagyunk a világban, azok, akik úgy gondolják, hogy azt nem tudjuk, hogy a kapitalizmusra a történelmek belátható időn belül meg lehet haladni, vagy sem. De azt tudjuk, hogy ez a világ jelenlegi állapotában elfogadhatatlan a számunkra. Ergo mozgalomra talán nagy elméletre, és nagy elmélet pedig nincs akkor, hogyha nem próbálj másik rendszert konstituálni a fennállóval szemben. Hiszen a nagy elmélet attól lesz nagy elmélet, hogy megszervezi a gondolatainkat valami olyan, nehogy túl akarjunk lépni ezen a helyzeten. Úgy tűnik, hogy a liberális, most nem a neoliberális válaszról beszélek, hanem a liberális válasz erre a problémára nem született meg. De van egy válasz, amivel az új baloldali mozgalmak és a liberalizmus között van egy összhang, az emberi jogi álláspont, amely lehetővé teszi az elesettek, elnyomottak, szolgák és egyebek védelmét, és ad egy biztos kibontakozási pontot. Csak az a kérdés, hogy ez elég ahhoz, hogy a középosztálynak a meghatározó csoportjai is úgy érezzék, hogy túl kell lépni ezen a helyzeten,
vagy sem, mert addig a valóban valószínűleg nem fog tudni semmit sem a világban előre vitni, ameddig ez a helyzet nem áll elő. Azt gondolnám, és persze vannak válságteóriák is, de nem mennék bele. Tehát visszamennék az alapkérdésre, mert szerintem a te munkád, én azért örültem meg, hogy vitára tűztünk, mert ezzel a problematikával neki áll foglalkozni. Nekem túl megérte a posztmodern, mert most éppen védted, amit megdicsérted Foucault-t, és mindenkit, akit én persze másfajta értelemben már nem vagyok eléggé filozófiai művelt, és nem szeretném magamat ebben a mezben feltüntetni, de mégis az ember minden progresszivitás után éhesen nyúl hozzá, hogy hát, ha megtalálja a megoldást. Azt gondolom, hogy a posztmodern indítás most csak a diszkurzív elméletről veszek, az lehetetlenül teszi a teoretikus kibontakozás szerintem. De nem biztos, hogy igazam van. Szóval tehát azt arra biztatjuk a hallgatóságot, a potenciális, vagy már eddig is olvasónak tekinthető embereket, hogy ezt a problémát próbáljuk fölgöngyölíteni, hiszen nyilvánvalóan, hogy a baloldal minden eleme hiányzik, de valami interakció és valami vita, ha tetszik diskurzus, hogy most mégis ehhez a szóhoz nélkül, ez nem fog újraépülni. És az Endre szerintem könyve is, vannak más könyvek is, már gondolkod is, és lehetővé teszik ezt ennek az állapotnak egyáltalán a napi rendre tűzését, hogy megpróbáljuk újra gondolni. De most ahhoz, hogy biztosan arról vitatkozunk, amit a közönség érdekel, kérdését is felkedni. Most, amikor itt megállni, és van-e valakinek kérdése?